20. születésnapját ünnepelte a Coop üzletlánc, amely több mint 100 éves szövetkezeti múlt után 1995-ben alakult gazdasági társasággá. Az alkalomból rendezett ünnepségen az akkori alapítók az összefogás erejét hangsúlyozták. Igazából most visszagondolva, ezért 20 éve én is, mint átvészelnök, akkor részese voltam annak, hogy a Coop rendszer lépjen tovább. Alapítigatósági tag voltam, és akkor nem gondoltam, hol fogunk eljutni. Egy tény, jól volt a döntésünk, hogy összefogtunk, hiszen nem fogunk össze, akkor ma lehet, hogy nincs ünnepség. Az ünnepségen jelen volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki ünnepi beszédében kiemelte, a hazai üzletlánc mára a magyar gazdaság meghatározó szereplőjévé vált. Az országnak pedig nagy szüksége van az ilyen elvek mentén működő kereskedelmi vállalatokra, hiszen erős gazdaság nem építhető erős nemzeti vállalatok nélkül, tette hozzá a tárcavezető. 30 ezer embernek ad munkalehetőséget, köztük 27 ezer hölgynek. A több mint 3000 beszállító a magyar gazdaság jelentős szereplői közül kerül ki. Ebben a tekintetben is példamutató az, ahogy a Coop a beszállítói világ felé fordul, hiszen hazai termelő, hazai munkahely. Tudjuk jól, hogy ha ezeket összekapcsoljuk, akkor sokkal erősebbé tudunk válni valamennyien. Varga Mihály szerint figyelemre méltó, hogy az üzletlánc a magyar termékek szerepét hangsúlyozza, és mintegy 80%-ban hazai feldolgozású termékeket árusít. Minden itt elköltött forint a magyar munkahelyeket, a magyar gazdaságot támogatja, fogalmazott a miniszter.